több millió fényévnyire fotózni, közelhozni a csillagokat és meglátni a hold felszínét. Többek között erről is kérdezem mai vendégem, aki az év asztrofotósa világverseny fiatal kategóriájának magyar díjazottja. Vendégem a stúdióban Szabó Péter. Köszönöm szépen a meghívást. Sok szeretettel köszöntelek, és hát BBC hírekben lehet olvasni, olvasható volt, hogy egy magyar fiatal Debrecenből készült fotója lett a junior kategória harmadik díjazottja. Péter, mesélj, légy szíves arról, hogy mi a fotó témája, mi volt a fotó témája, amelyel a világversenyre mentél, ilyen szép eredményt értél el, és milyen volt hol volt megrendezve ez a világverseny, és milyen érzésekkel voltál, ott jöttél haza. Kicsit sok a kérdés, de kérlek szépen meséld el, köszönöm. Igen. A díjnyertes felvételemet, melynek címe Mineral Moon Mosaic, 2022. februárjában készítettem. Ez egy 34 egyedülálló panelből összerakott nagy felbontású színes felvétel a holdunk felszínéről, melyet a Greenwichi Királyi Természettudományi Múzeumok által megrendezett év asztrofotósa versenyen mutattak be egy jövő augusztusig tartó kiállítás keretein belül, és a junior kategória harmadik helyét sikerült elnyernem ezzel a felvétellel. Tehát jövő augusztusig a te fotódot látható. Igen. Hát a kiállítás volt szerencsém az idei év október végén személyesen is megtekinteni, ahol nagyjából 100 vetélytárs képeivel együtt volt kiállítva az én képem is, és jelenleg is megtekinthető, ez Greenwichben. Számos még objektumról készített, naprendszerbeli objektumról készített, és további érdekes objektumok, mint például üstökösök és aszteroidák is megtekinthetőek a kiállítás keretein belül. Péter, ez egy komoly tudomány, tehát ez sokkal több, mint fotózás. Hogyan lehet erre készülni? Hogyan lehet ezt tanulni? Igen. Jelenleg Magyarországon ugye két ismertebb csillagászati, illetve asztrofotós egyesület is létezik. Az egyik ilyen a Magyar Asztrofotósok Egyesülete és a Magyar Csillagászati Egyesület, melyeknek én is tagja vagyok. És ezeknek a különböző internetes cikkein, illetve információs bázisain keresztül igen sok új információt lehet megszerezni a témában érdeklődőknek. És hát a én képeimhez szükséges tudnivalókat is elérhetjük ezeken a weboldalakon, illetve hogyha valaki komolyabban is szeretne megismerkedni az asztrofotózás rejtelmeivel, számos nemzetközileg is ismert asztrofotós megtalálható a YouTube keretein belül, ahol számos érdekes objektumot mutatnak be videók keretében. Péter, nagyon fiatal vagy, a Dóczi Gimnázium tanulója. Mikor jött életedben az a felfedezés, hogy neked a tehetséged ebben a fotózásban lesz, illetve mikor kezdtél érdeklődni a csillagok, a bolygók iránt, hogy ezt te lefotózd? Kisgyermekkorom óta nagyon érdekel a fizika és a csillagászat. 5 éves koromban volt lehetőségem édesapám egyik kollégája jó voltából, hogy belenézhessek egy csillagászati távcsőbe, és a mai napig tisztán emlékszem a pillanatra, amikor a Szaturnusz gyűrűit megpillanthattam, és akkor döntöttem el, hogy a jövőben lehetőség szerint szeretnék foglalkozni ezzel a témával. Az első igazán komoly képeimet 2020-ban sikerült elkészíteni, amikor szüleim jó voltából megvásárolhattam az első komoly csillagászati távcsövemet, melyet mind a mai napig aktívan használok. Igen, ez komoly technika. Hogy kell elképzelni, hogy ugye a csillagokat, a bolygókat, a holdat te fotózd? Milyen eszköz, hány darab eszköz szükséges ehhez? A felszerelésnek alapvetően három fő komponense van. Ilyen a úgynevezett ekvatoriális go-to mechanika, mely azt a célt szolgálja, hogy úgy tudjam követni a Föld elfordulásából létrejövő égbolt mozgását, hogy a később elkészült felvételeken ne legyen egyáltalán elmozdulás,
hanem hosszú expozíciós idővel tudjam gyűjteni a fényt, ezáltal a halványabb részletek is előtűnjenek a messzi objektumokon. A következő nagyon fontos része ugye a felszerelésnek az maga a távcső, mely kategóriájában többfajta modellt is meg lehet vásárolni Magyarországon. Én egy Newton-féle tükrös távcsőt használok, melynek meglehetősen nagy átmérője és fókusztávolsága van, ezáltal árérték arányban egy igen erős versenyző az asztrofotósok körében, illetve egy egyszerű, hagyományos boltban megvásárolható Canon fényképezőt használok, mely kisebb átalakításokon esett át. Igen, hát ezen a technika mellett egy ilyen fotó, amíg elkészül, mondjuk a díjnyertes fotó is, hány óra munka fotózás van mögötte, amíg megszerkezted, azok a képsorozatok összeállnak, amelyeket már a közönség elé viszel? A Londonban kiállított 34 paneles hold mozaik felvételemet úgy készítettem, hogy 34 panelt rögzítettem a holdról, melyek igazából nem felvételek, hanem mozgóképek, tehát videók formájában jöhettek létre. Majd a legélesebb képkockákat egymásra illesztettem, ezután az egyes paneleket is külön összeillesztettem, és a végső kép egy minimális utófeldolgozás keretein belül jöhetett létre. És ez mindig Debrecenben. Igen. És Péter, a hold után nagyon sok híres, ismert fotód van már. Mesélj, légy szíves erről, például a Jupiter és holdjai című fotóról. Igen, a 2021-es év nyarán próbálkoztam először életemben a naprendszer égitestjének komolyabb minőségű megörökítésével. Ekkor örökítettem meg a Szaturnuszt és többek között a Jupitert is, melyről sikerült készítenem egy nagy felbontású felvételt, melyen a Jupiternek az úgynevezett nagy vörös foltja is észrevehető, illetve láthatóak a fényesebb holdja is. És hát az asztrofotósoknak a Hortobágy az egy paradicsom, ugye? Van Hortobágyi élményed is fotózással kapcsolatban? Igen, az elmúlt két év során többször voltam kint édesapámmal esténként a Hortobágyi eget kémlálni. Az idei év augusztusában sikerült egy szerintem elég jó minőségű felvételt készíteni a Tejút sávjáról, ahogy déli irányban ível állt a puszta felett, és hát ugye Hortobágyon egy meglehetősen sötét égbolt található magyarországi viszonylatban, ezért egy igen közkedvelt helynek számít az asztrofotósok körében. Igen, és hát van még egy gyönyörű jelenség, a napfogyatkozás. Ezt is megörökítetted, erről mesélsz? Igen, életem során kétszer is volt lehetőségem napfogyatkozást megörökíteni. Az egyik 2021. júniusában, másik pedig az idei év októberében történt. Mind a kettőt a gimnáziumunk udvaráról sikerült lefényképezni, és nagy örömömre meglehetősen sok érdeklődő volt jelen a felvétel készítése közben, akiknek szintén meg tudtam mutatni, hogy tulajdonképpen mit is látunk a fényképeken. Ez nagyon különleges a gimnáziumban. Tartasz esetleg előadásokat, órákat a többieknek, osztálytársaidnak? Igen, földrajzórák keretében tartottam már több előadást is az elmúlt évek során, amire szintén sok érdeklődő összegyűlt és figyelemmel kísérte végig a képeimet. És hogy látod a jövőt? A jövőben ezzel szeretnél foglalkozni? Tovább tanulás szintjén nem ezzel tervezek tovább menni. Ezt a tehetséget nem szabad, hogy itt vége legyen, amikor nem ezt szeretnél mondjuk tanulni? Viszont hobbi terén mindenképpen szeretném megtartani, és folyamatosan tudásomat és felszerelésemet bővítve még jobb minőségű képekre szeretnék szert tenni. Mennyi időt töltesz el a fotózással? Általában az iskolai év ideje alatt, szeptembertől júniusig igazán sok éjszakát nem tudok hobbimra fordítani sajnos. Ez részben az iskolai tanulmányok
miatt is van, másrészt pedig a magyarországi időjárás viszonyok sem megfelelőek minden éjszaka a fotózásra, ugyanis itt különösen tiszta és páramentes esték kellenek egy jó minőségű felvétel elkészítéséhez, ezért képeim többségét inkább a 2,5 hónapos nyári szünet során szoktam elkészíteni. Akkor sokat éjszakázol. Igen. De megéri, mert gyönyörűek a képek. Köszönöm. Következő cél valamilyen verseny a jövőben? Már ki van nézve? Folyamatosan jelennek meg nemzetközi portálokon igen ismert asztrofotós versenyek pályázatai, melyeket általánosságban figyelemmel kísérem, és adott esetben, hogyha van egy megfelelő pályaművem, akkor azzal szeretnék is majd pályázni ezekre, illetve a jövő év őszén ismét megrendezésre kerül a Greenwichi Természettudományi Múzeumok által megrendezett Astronomy Photographer of the Year asztrofotós, igen rangos világverseny, melyen ismét szeretnék indulni az addig elkészített lehetőség szerint jó minőségű felvételeimmel. Igen, ez titok, vagy lehet tudni, hogy mi lesz a fotónak a témája? Ezt egyelőre még ez én titok. Sem tudom. Ez lehet, hogy a felvétel elkészítése előtt egy-két nappal jut eszembe, hogy éppen mihez lenne kedvem, vagy éppen a adott bolygó állásának megfelelő állapothoz igazítva tudjak elkészíteni egy képet, mivel ugye minden évszakban más-más objektumokat láthatunk az éjszakai égen a Föld napkörüli keringése miatt, ezért más objektumokat tudok megrögzíteni nyáron, tavasszal, vagy adott esetben télen. Itt arról, hogy mesélsz, hogy mindig más lehet megörökíteni az asztrofotózásban, van olyan kihívás, hogy esetleg te fogsz egy olyan fotót csinálni, amit más még nem csinált? Felfedezni valamit a csillagokban? Ez sem lehetetlen feladat. Hallottam már több asztrofotós kollégáról, akinek volt sikere, vagy volt szerencséje felfedezni például új aszteroidákat, vagy adott esetben halvány ködösségeket a világűrben, bár a mai technológiáknak köszönhetően erre már nem sok esély van, hogy egy amatőr eszközökkel rendelkező személy nagy léptékű felfedezéseket tegyen. A technológia, a készülékek is folyamatosan megújulnak, újabb és újabb eszközök jönnek ki, gondolom. Igen. Hát az idei év során küldték fel a James Webb űrtávcsövet is, mely több elképesztő minőségű képet készített a távoli galaxisokról, illetve ködösségekről, és ezek képek száma folyamatosan bővülni fog, és remélhetőleg sok újítás, új technológia révén még színesebb, még részletesebb képek elkészítését fogja lehetővé tenni. És mit jelent az, hogy több millió fényévnyire fotózni? Igen, az én hobbim során nem a közeli dolgok, hanem inkább a távoli dolgok játszanak fontos szerepet. Ilyenek például a távoli ködösségek, galaxisok, vagy adott esetben sikerült megörökítenem már munkásságom során egy 8,7 milliárd fényévre található kvazárt is, mely röviden azt jelenti, hogy egy tőlünk olyan távoli galaxis, melynek közepén egy nagy fényességű fekete lyuk van, olyan messze van, hogy 8,7 milliárd évbe kerül, mire a fénye eléri bolygónk felszínét. És ennek a képnek a további érdekessége az, hogy ebből az úgynevezett kvazárból elindult fénycsóva és a Földünk között található egy nagy tömegű galaxis, mely Einstein relativitás elmélete szerint meggörbíti a teret, és a kvazárból származó fény a térgörbületen keresztül elérve Földünket megduplázódik, mindezt több mint egy éves eltolódással, és két képet láthatunk a kvazárról, ahogy ez a felvételemen is jól látható,
Az egyik egy évvel öregebbi, a másik pedig egy évvel újabb kép. Tehát, hogyha ez az objektum hirtelen eltűnne, akkor azt megnézhetnénk először az egyik képében, majd egy év elteltével a másik képében is. Hát kedves Péter, én nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést adtál nekünk a csillagok, a bolygók világába, közelebb hoztad, meg gyönyörködhettünk a képekben, és én köszönöm szépen a kívánom neked, hogy a jövő évi világversenyen is díjazott legyél, és képviseld Magyarországot, Debrecent, és a köszönöm debreceni szépen. Fotó legyen a nyertes. Köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőknek köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!